Bemutatkozik a Ferencvárosi Ebresóvoda, ami a József Attila lakótelep gondozott zöld övezetében található. Minden 3-tól 6 éves korú gyermeket szeretettel várunk, elsősorban azokat, akik a körzetünkben laknak. A lakótelep szélén található az óvoda, nagyon-nagyon jól felszerelt udvarral és épülettel. 2018-ban teljes körűen felújították az óvodát, Széchenyi pályázat keretén belül. Külső szigetelést kaptunk, napkollektorokat telepítettek a tetőre, nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés történt. Nagyon-nagyon jól felszerelt az intézményünk, tehát én azt gondolom, hogy amit csak óvónéni álmodik, és a gyerekek, a szülők, minden megtalálható nálunk. 2017-ben kaptuk az OVI sportpályát. Tornatermünk nincs, ezért nagyon-nagyon szeretjük ezt a lehetőséget, a gyerekek minden nap bemehetnek, minden nap játszanak, nem csak focizni tudnak, hanem bármilyen sporttevékenységet végezhetnek, kosárlabda, kézilabda, tollas, röplabda, versenyjátékok, tehát nagyon-nagyon széles a skála, amit ott végezhetnek. 2019-ben pedig elkészült a sószobánk, amit heti rendszerességgel hetente egyszer szoktunk használni, most így jelen pillanatban a pandémia miatt ezt bővítettük, heti kétszer mehetnek be a gyerekek, kizárólag immunerősítés, illetve a tüdő működésének a támogatására. Négy csoportos az óvodánk, 100 férőhelyjel, 20-25 körüli létszámok vannak a csoportokban. Tiszta csoporttal működik három, tehát homogén csoporttal működik három csoportunk. Ez azt jelenti, hogy azonos életkorú gyerekek vannak benne. A negyedik csoport minden évben vegyes, és ez minden évben változik, hogy ki lesz a vegyes csoport, ugyanis attól függ, hogy hány nagy csoportos ismétli az évet, hogy marad még egy évig óvodába. Hozzájuk vesszük fel az új kis csoportosokat, rákövetkező évben ők elballagnak, maradnak a kicsik, és ők lesznek feltöltve kicsivel, úgyhogy nálunk kis, középső, nagy csoport van minden évben, és van egy csoport, ahol kis és nagyok vannak, kicsik és a nagyok vannak együtt. Körzeti gyermekeket föl tudjuk venni, tehát az egészen biztos. Azon kívül, ha valaki szeretne még óvodánkba jönni, annak függvényében tudják fölvenni, hogy van-e még szabad férőhelyünk. Munkájukat logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus és utazópedagógus is segíti. A tetején mi lesz? Melyik lesz? A legtetején? Saját pedagógiai programunk van, Kis emberek a nagyvilágban címmel, környezeti nevelésre épül az érzelmi intelligencia fejlesztésére, úgyhogy ez az alap. Lehetőség szerint mindent a környezetben figyelünk meg a gyerekekkel. Jelen pillanatban ez kicsit változott, itt maradtunk, tehát óvoda területén belül, de egyébként szoktunk kitekinteni óvodán kívülre is. A hozzáadott értéket pedig mindig az óvónénik határozzák meg, ugyanis mindenkinek a saját érdeklődési köre szerint kap nagyobb hangsúlyt egy-egy terület, így például a zöld csoportban zenei nevelés, hangszeres játék, a mesevers az, ami hangsúlyosabb. A piros csoportban, akik most a nagy csoportosok, ott a népzene, a citera, és szintén a mesevers, ami nagyobb hangsúlyt kap. Emeleten a kék csoportban a jóga szemlélet és a drámajáték, a szomszédban, a sárga csoportban pedig a Montessori eszközök használata. Az óvodában a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján történik. Nagyon-nagyon kedvelt nálunk az advent időszaka. November végén beszoktuk rendezni a Mikulás szobáját, ami egészen december végéig az óvodában működik. Itt a gyerekek napi szinten belátogatnak, és itt készülnek a Mikulás, illetve a karácsonyi ünnepségre. Nagyon-nagyon várják, ugyanis ez mindig egy csoda. A Mikulással nem szoktak összetalálkozni, viszont látjuk a nyomokat, hogy tényleg itt tölti nálunk az estét vagy az éjszakát.
időnként még nálunk is reggelizik, olvassa azokat a leveleket, amiket a gyerekek bedobnak a postaládába. Látjuk a nyomokat, hogy mikor tartózkodott éppen nálunk, illetve mikor kellett sietve távoznia, mert tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok dolga van a Mikulásnak decemberben. Úgyhogy Mikulás kupát csatolunk még ehhez az eseményhez. A Mikulás kupa azt jelenti, hogy megkeressük, hogy az epres óvodás gyerekek közül ki az, aki a Mikulás segédje lehet majd néhány év múlva, hiszen egyedül nem bír ennyi munkát, szegény, és mindig szüksége van segítőkre, úgyhogy nálunk a kis manók egy előválogatón vehetnek részt, és évek múlva ők is segíthetnek majd a Mikulásnak ajándékot csomagolni és ajándékot osztani. Most karácsok, bolondok, rázzátok a kolompot, takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él. Februárban például ünnepeljük a farsangot, ez ekkor szokott lenni az epres nap is, amikor meghívjuk a környező iskolák tanítónénieit, hogy ismerkedjenek a leendő elsőseikkel, illetve a szülők ekkor kaphatnak betekintést az óvoda életébe, bemehetnek a csoportba, játszhatnak együtt a saját gyermekeikkel, megismerkedhetnek azokkal a játékokkal, amikre otthon a gyerek mesél, hogy ez a kedvence, illetve azzal szeret a legjobban játszani, megismerhetik a barátokat is a szülők, és egymással is könnyebben teremtenek kapcsolatot. Nagyon-nagyon szeretjük a kerületi rendezvényeket, és minden alkalommal részt veszünk rajta. Általában a nagy csoportosok, hiszen ez azzal jár, hogy el kell hagyni az óvodát, és esetleg tömegközlekedéssel kell mennünk, de minden évben részt veszünk akár a lakótelepi karácsonyi adventi műsoron, akár a sport és tánc találkozón. Minden évben megrendezi önkormányzatunk a Madarak Városa Ferencváros projektet, amire itt az óvodában is készülünk, hiszen rendszeresen tartunk madarászovi foglalkozásokat. Ezt is nagyon kedvelik a gyerekek, hiszen nap mint nap találkoznak azokkal az kis helyes madárkákkal, akik itt laknak az óvoda udvarán. Úgyhogy ezek mind annyira közeli élményt adnak a gyerekeknek, hogy nagyon reméljük, hogy ez a későbbiekben beépül, hogy a természetvédelem, a környezetvédelem, az állatvédelem mennyire fontos a gyerekek számára. Itt ehhez mindjárt csatlakozik az óvoda egészség napja, illetve egészség hete, amikor szintén szemléletformálás a legnagyobb cél nálunk. Tehát az a lényeg, hogy ismerjék meg, hogyan lehet egészségesen élni, miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés, miért kell összefognunk azért, hogy tiszta környezetben élhessünk, és mindenki jól érezze magát. Ebbe próbáljuk a szülőket is bevonni, amennyire csak lehetőségünk van rá, tehát közös programokat szervezünk, illetve a gyerekek viszik haza az élményeiket, amiket otthon elmesélnek. Facebook csoportja működik minden csoportnak, csak a saját szülők lehetnek ennek tagjai, és oda az óvónénik rendszeresen feltöltik a kis fényképeket, illetve videókat, hogy a szülők értesüljenek és láthassák, hogy mi is folyt az óvodában azon a napon, vagy azon a héten. Erről nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és nagyon kedvelik, úgyhogy ezt szeretnénk a jövőben is folytatni ebben a formában. Még egy új dolog, amiben belekezdtünk, sajnos ez a pandémia miatt egy kicsit elakadt, hogy a szomszédos Kosztolányi Dezső Általános Iskolával nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, szakmai segítséget is sokszor kapunk, rendszeresen meghívnak minket az ő saját szakmai napjaikra, és így hallottunk először a Sakkpalota programról, amiben látunk fantáziát, és azt gondoljuk, hogy valóban nagyon-nagyon jó fejlesztő hatása van, úgyhogy sikerült a teljes eszköztárat megvenni az óvoda részére, és ebből elkezdtünk kicsi elemeket beépíteni a gyerekek napjaiba. Hát azt gondolom, hogy a pandémia elmúltával újra fel tudjuk venni a kapcsolatot, és akkor átfogó képet kapunk, és nagyobb segítséget ahhoz, hogy hogyan is valósítsuk ezt meg itt az óvodában. Működik alapítványunk is, amit a szülők nagyon bőkezően szoktak támogatni. Ez is segíti, hogy olyanra fordíthassuk, ami valóban a gyerekek érdekeit támogatják, ami az ő érdeklődési körükbe bekerül éppen abban az időben. Óvodánkról elmondható, hogy mind a négy csoportban szeretetteljes, elfogadó légkör jellemző, a gyerekek érdekeit maximálisan figyelembe veszik az itt dolgozó felnőttek, és szeretettel várunk minden olyan családot, aki az epres óvodába szeretné járatni a gyermekét.